Sziasztok, Zsolani vagyok, üdvözöllek a csatornámon. A mai videóban a százba a kívást fogom folytatni. Egyelőre még nem költöztetek be apukákat, csak majd a következő részben, mert egyelőre terhes Nina, úgyhogy nincsen még szükségünk új apukára, de a következő részben biztos, hogy kelleni fog, úgyhogy vagy ennek a résznek a végén, az is lehet, az egy jó megoldás lenne, vagy a következő rész elején fogom beköltöztetni azokat, akiket ti készítettetek. Meg fogok nézni több hashtaget is, mert volt cool. Elkezdett beszélni közben a kicsink, mert megadtam az előző részben egy hashtaget, de láttam, hogy volt, aki más használt, úgyhogy biztonság kedvéért mind a kettőt megnézem. Jaj, hát néha nagyon terhes most már. Hanyadik trimesterben vagy? Másodikba. Jó, hát valószínűleg ma meg lesznek ezek a picik. Mi a baj? Ó, nem szereti, hogy lerakják. Hát ez ilyen. Na, nézzük a tiniket. Nekik elvileg minden megvan ahhoz, hogy holnap utáni napon meglegyen az ötös, ugye? Minden megvan. Minden is megvan. Minden megvan. Minden megvan. Jó, mindenkinek minden megvan az ötöshöz. Nina, neked miért mindig a tiniknek a fürdőszobáját kell használni? Van neked sajátod is. Hogy áll ez a házikó? Ez megépült, igaz? Meg. Van egy új üvegházas kit. Lehet, hogy amire ez a rész kikerül, addigra én már eldöntöm a dolgot, de azon gondolkoztam, hogy megvegyem-e vagy sem. Ha meg is veszem, akkor veszem csak a jövő hónapban. Most nem. De... van az a basement is, meg van az üvegházas kit, ez a kettő új kit jött. Igazából, hogyha tervezek valami olyasmi történetet készíteni, amikben jól jönnének a bútorok, amiket ad, akkor érdemes megvenni, de jelenleg nem, nincsenek ilyen terveim, úgyhogy egyelőre lehet, hogy nem veszem meg, aztán hogyha eljön az ideje, akkor igen. Vagyis, hogyha kelleni fog. Ó, nézik a tévében! Mindenki nézze. Gyere, Nina, neked is akkor legyen most már jó. Visszaszámolnak. De aranyosság, ezt még nem is láttam így. Akkor is díszíthetnénk a házat, hogy meg legyen tényleg boldog új év. De ezt most nem fogadta. Nem lehetne az, hogy lesz egy babája? Jó, legyen az, hogy fogy. Az lesz. Akkor mindenki csináljon egy... Nem, neki nem kell fogadást csinálni, mert ő már tökéletesen van. Ő neki lehet még egy fogadás. Skill legyen. Skill. Neki is akkor legyen egy skill. És akkor elvileg mindenkinek boldogságos. Ninának is. Ennyit foglalkoztunk most ezzel. Mindenkinek sikeres volt az új év. Nara van ébren. Nagy baj, nincsen egy kicsit éhes. Én nem tudtam hirtelni, ez micsoda. Adunk neki enni. Nina közben... 9 óra múlva lesz a harmadik trimesterben, akkor nem is biztos, hogy megszeretnek még a babák ebben a részben. Az még nagyon messze van a baba születés így. Megtanult fogni közben. Nara. És Naomi is. Úgy lehet, hogy ezek a dolgok egyszerre teljesülnek, úgyhogy nem nagyon tudom siettetni. Maradjunk akkor annyiban, hogy amikor felnőnek, akkor nőnek fel. Mindig megpróbálok a lehetőségekhez mérte a legjobban odafigyelni rájuk. Na, mind a kettő rendben van. Most gyerekkel mész a WC-re? Nina. De most mit csinálsz?
Én furi hangokat hallatok, akkor az azért van, mert Lili itt van és alszik, és nem tetszik neki, hogy közben én beszélek. És most beleszólt. Valaki nem tudja, esetleg Lili a kutyusom, az egyik. Molly az lent van. 3 óra múlva a harmadik trimesterbe ér. Valakit fejleszt azért itt a skilleket, hogy meglegyen az újévi fogadalom. Naomi. Nara. Alszik, nem szeretném felkelteni, mert mindjárt éhes lesz. Oh-oh. Csodálatos, csodálatos. Volt egy kis baleset. Most kicseréli a pelenkáját, az nem lesz elég, meg is kezdtem fürdetni. Megfürdetjük. Valamelyik gyerek pedig itt feltakaríthatna. Mi történik? Mi történik ott? Ment a lúd nevetni! Ezt igazán meg kellett ünnepelni. Én a fölment a faházba aludni. Nem bírja. Nem bírja kiképzést. Inkább fölmegy aludni a faházba. Jobb neki. Nos, kezdjük rendbe hozni a gyerekeket, mert holnap ugye iskola. Nincs semmi a hűtőbe. Nincs. Ki az, aki a legjobban van a főzéshez? Hát akkor veled fogunk főzni, mert te vagy a legéhesebb. Leo főz. Mi történt? Neki is meg kell szerintem mosni majd az arcát. Csak néha nem tudom, hogy beteg vagy, csak az arca, meg kell mosni az arcát, mert pattanásos. Ketten éhesek voltak. Nina is éhes. Nina főz, nem főzöl, Nina. Nem főzöl. Ott van a kaja. Igen. Mennyi te? Tetszik neki valaki? Most sötét van, ki van fizetve a száma? Jó, most már felkapcsolódott a lámpa. Gyerekek, ide jelene aludnia menni mindenkinek. Már legalább 4-szer megkértem, hogy cseréljék a pelenkát. Most végre sikerül eljutni odáig. Naomi éhes. Jól ne, hogyha sietne. Nem egyszerű azért két csecsemővel. Nem is tudom, mi lesz, hogyha 4 lesz belőlük. Lesz úgy, hogy 4 lesz. Jó, megeteti Nina. Kicsit akkor most már magával is kell foglalkozni. Most jelente, most tetted meg. Tedd le. Jó, szuper, Nina. Szuper vagy, Nina, hagyd őket. Köszönöm, Nina. Meg kialudta magát. Lili is. Leo is. Van egy kis földrengés. Na jé, most mindenki megijedt tőle. Az nem jó. Igyekszem mindenki gyorsan összekészíteni az iskolára. Nem segít, hogy meg vannak ijedve sajnos. Mindjárt iskola, és mindenki jól van. Kicsit éhes, de most megy enni. Jó, most már mindenki mehet iskolába, mindenki jól van. Mindenkinek kiadom, hogy dolgozzon keményen, és szerintem mindenkinek meg lesz most már az 5-ös. Valamiért nem tud eladódni Nara. Most nagyon álmos. Na, most már becsinált a penusba. És nem sikerül aludnia, valaki kint hangoskodik, ne haragudjatok. Ebből a másiknek is kéne pelús csere. Mi
Ő is tud most már nevetni. Mindjárt éhes lesz, és nem tud elaludni, Nara. És most jönnek a babák. Oké. Okay. Veszünk akkor egy gyerekágyat, mert most nincs kedvem a kórházba. Vagy küldjem el a kórházba, de akkor addig mit csinálnak a babákkal? Legyen ez az olyan kis cuki. A szemlek közben megérkeztek. Jó, megszüljük ezeket a csodababákat. Kíváncsiak, hogy milyen lesz. Fiú lett, és emlékszem, hogy valahol írtatok neveket, úgyhogy gyorsan meg is nézem. Legyen Odin. Ez nagyon tetszik. Az első Odin lesz. Egy babánk lesz csak! Remek. Ja igen, mert most nincs beállítva a ház tulajdonságokba, hogy több is legyen. Hát, beállítjuk. Még ha nem fel, akkor is. Nina, ne. Jaj, ne haragudj, Nina. Hát ez most túl sok volt egyszerre. Egy babánk lett akkor csak. Mikulástól. Odin. Tökéletes név szerintem neki. Egy fiú. Kíváncsi vagyok, hogy milyen baba lesz belőle. Hát, ezt meg szerettem volna, hogy nézze, de csak itt büdösödik. Szegény nénám eléggé kész van. Na, hova mész? Mindenkinek meg lehet az ötös? Max ötös lett. Mike is. Lili is. És Leo is. Mindenki ötös tanuló lett. A projekteket azt már nem fogjuk megcsinálni. Akkor, Nina. Mit csinálsz? Jó, egy icipicit, ha tudnál pihenni. Az nagyon jó lenne, mert össze fogsz esni. Nem se tud feküdni az ágyára. Akkor figyelj, itt is van ágy. Nem relax, nem, az nem elég. Jó, addig megünnepelgetjük a szülinapokat. Paranoiás lett, és vérfarkas szeretne lenni. Meg ne próbáld! Meg ne próbáld! Ne! Nem, senki nem vesz. Ne! Nem hiszem el, hogy... Jó. Akkor főzni kell egy másik tortát. Hát ez hihetetlen. Pont a tortát kellett megenni. Megint ki? Ó! Oh, Lily Adams. Azzal szeretne össze ismerkedni, de az nem az én lányom. Nem. Az valaki más. Kihasználjuk ezt a szuper effektív kert. Akkor egy kicsit nyugiban lesz a baba. Milyen rendes, hogy csinálja a ház ilyet, pedig már nem is kell. Én a kicsit jobban van, de jó lenne, hogyha még egy picit tudna pihenni. Szeret magával beszélni, kibeszélni az érzelmeit. Magányos farkas lett Lilink, és természet érdekli. Az utolsó jelöltünk. Mi történik? Nina! Hogy nem sikerült ennek a gyereknek enni adni? Leo gék lett. És ő is farkas szeretne lenni. Tortánt ezt elrakom. Hát sajnos ki kell akkor költöztetnem a tiniket. És akkor abban a lendülettel be is költöztetném az apukákat.
is nagyon éhes. Akkor még gyorsan kihasználjuk, hogy még itt vannak. Adjon neki enni. De jó lesz Ninával egyedül. Meg a három picivel. Oh-oh. Hát akkor adjon neki egy fürdést. A Lili még lefürdik, és akkor utána ki tudom őket költöztetni, csak ne így kéne elmenni a szegénykémnek. Hagy fürdesse még meg azt a gyereket, meg saját magát. Ninának valahogy meg kéne oldalom, hogy tudjon aludni. Ez lesz a legjobb, hogyha innen kivesszük ezt. Lili kész van a fürdőzésre, akkor kiköltöztetem őket. És beköltöztetjük az apukákat, akiket készítettetek. Még a következő részben is költöztetek be, úgyhogy ha esetleg nem jó. Most egyelőre csak ez az egy volt. 100 baba kihívásra keresve, de ugye a jó hashtag az csak simán Joanny 100 baba, és itt fogom majd várni a... itt vannak házak, és kiépített nekem házikót. Frigi. Jól néz ki. Akár lehet azt is, hogy házat is építetek. Annyi, hogy ha lehet, akkor ne legyen emeletes. Nem annyira szeretem az emeletes. Már úgy értve, hogy az a bajom vele, hogy akkor emeleteket kell nézegetnem, vagy fönt lent, és akkor kicsit összezavarodok. És azért szeretem, hogyha nincs emelet. Ha olyat építenétek, amiben van üvegház, mint például ez, az nagyon klassz. Ez nagyon klassz. Ez 22-es. Jó, ezt letöltöm, ezt biztos nem töltöttem még le. És akkor 8-at most beköltöztetek. Ők 8-an vannak. Ó, custom content hajuk volt mindnek. Akkor adjunk nekik egy random hajat. Csak... szemöldök színéből gondolom, hogy mondjuk ilyesmi lehetett. Neki is adunk egy hajat. Neki ruhája sincsen, mindjárt azt is adok neki. Így. Owent költöztetem. Nikót. Mateónak nincs nadrágja. Áront. Dwayne. Gianni. De Marcus, ilyen nevek van, nagyon tetszik. Corbin, de jól néznek ki, nagyon jók. Mehetnek is, akkor ők mehetnek be. Lehet, hogy el is utazunk hozzájuk még a mai részben. És hát van itt egy üres házikó, mi az, nincs elég pénzetek? Vagy lehet az, hogy nincs elég pénzük hozzá? Hát akkor itt van egy üres telek, és... csodás házakat építettetek nekem valamikor, úgyhogy most abból fogunk ide építeni valamit. Igaz, hogy lehet, hogy a 100 babás részhez gondoltátok a házat, de ide viszont tökéletes lesz az emeletes is. Te jól néz ki! Hú, ez nagyon aranyos. Tetszik meg, jó nagy is. Ja. Vissza kell mennünk a helyünkre, hát nem itt fogunk játszani. Ennyit a fogyókúrának, csak torta lesz a hűtőben, amit Nina meg tud enni. Ja, őket nem is költöztettem ki, de buta vagyok. Nézem, hogy ezek még el sem mentek itthonról. Közben még ki se költöztettem őket, de buta vagyok. Úgy látom, hogy itt ketten vannak, akik várják a többi testvérüket. Kaptok mindjárt 4-et. Magunkra maradtunk, Nina. De ne aggódj, jól vannak a picik, csak álmosak. Te is álmos vagy, egy picit aludj. Ne felejtsem utána kifizetni a számlákat. Odinnal valami baj van.
Ez nagyon jó. Nem tudok hozzá oda menni, mert annyi kérés van. Veled mi a helyzet? Vagyunk neki enni. Ajaj, megérem meg a fejet. Lehet, hogy ezt kiveszem belőle. Nem fontos az, hogy benne legyen. Ó, ne! Ott volt némi baleset. Arrát meg kell fürdetni. Jól van, most már minden oké a babákkal. Mindegyikkel, úgyhogy... Nina, tedd le a bébit, és itt az ideje, hogy egy kicsit magaddal foglalkozz. Pont most küldtem volna el! Pont most küldtem volna el! Na mindegy, akkor fürdés lesz. Nem igaz, hogy most csináld be, amikor... Épp el akartam menni. És ha megyek itt arról, akkor jön a... Elmennek bölcsödébe, ott kicserélek a pelusát? Akkor menjünk. Köszönöm, Nina, nagyon éhes, nincs rád valamit meg tudsz enni? Tudod mit? Az lesz. Kiveszünk egy szelet tortát. Csak egy szeletet. És elslisszanunk innen. Eszünk egy pár falatot ebből a tortából. Oh no, 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 nagyon rosszul érzi magát. Kopogunk. És hajrá, Nina. Dobd be magad. Ezt figyeljétek. Úgy. Ó, oh, nem, 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 nem. Ne keverjük a dolgokat, egyszerre csak egyet. Most kivel? Már az... Azt mondja, szólod, hogy kivel flörtölünk épp. Mateo lesz az első csábításunk. Nézzük, hogy fogad egy ilyen rizikós mozdulatot. Egész jó. Valami nem stimmel. Miért nem engedi? Hol van itt a fürdőszoba? Ez most mi? Miért nem engedi a... Ja, ott van. Szeretném volt. Igen, és akkor mindjárt meg, mindjárt. Na most. Hát ez egy gyors csábítás volt, Nina. Nina, ez hihetetlen gyors az ilyenekben már. Annyira tapasztalt, és annyira gyors. Hihetetlen. Na nézzük! Sikerült a teherbe esni. Nem? De! Ez az! Akkor meg is van a teherbeesés is. Kiköltöztek. Teherbe esett Nina. Van három picink otthon, akikről valószínűleg addig is gondoskodik valaki. Még nem vagyunk otthon. Milyen jó nekünk. Hát is.
Konina itt még el van egy darabig. El is mondja neki. Jó, akkor legyünk barátságosak. És azt szeretném tőle megkérni, ha megtalálom, mert ez az új dolog, ez nagyon... megnehezíti, hogy hol van. Itt van. Megkérem, hogy legyenek csak barátok, hogy ne vesszünk össze később. Jó. Így levitte a romantikus viszonyt, de nem fognak összeveszni később. Úgy látom, hogy Nico és Dwayne egymásra találtak, úgyhogy hát őket már nem biztos, hogy el fogja tudni csábítani Nina. Na jól van, Nina, akkor menjünk haza, azokhoz a babákhoz, mert az néhes lesz a... Hát akkor azt jönnek egymásra. Ott nézzetek. Nem volt jó, hogy ennyi fiút egy házba rakni. Na, Odinnak a szülinapja van, akkor még felnöveztük Odint. Úgy látszik, hogy a számlákat azt nem fizettük be, mert ki akarja kapcsolni az áramot. És ez az Odin születés napja van, úgyhogy őt ideje felköszöntenünk, felnövesztenünk. Kíváncsi vagyok, hogy ki fog-e írni valamit. Háromra. Ilyen kis örökmozgó lett. Így néz ki. Ó, születési... foltja is van, de cuki. Megérkezett Odin. Itt van. Ez egy különleges tulajdonság, hogy az ő apukája az a télapó. Lesz valami mágikus képessége? Hát erre kíváncsi leszek. Különleges kis babácska. Ennek a résznek viszont itt is lenne a vége, én nem fogjuk folytatni. Nagyon sok minden történt ebben a részben. A gyerekek megkapták az ötöst, ki tudtuk őket költöztetni. Ninának újbóli gyermeke született, méghozzá Odin, aki nevéhez híven igazi különleges mágikus baba, és ismét teherbe esett Nina. Úgyhogy innen fogjuk folytatni, és P-vel akkor írhatjátok is a következő neveket. Talán ennek így kellett lennie, hogy a különleges babából csak egy született. Jaj, tényleg, várjunk csak! Nem úgy van, hogyha különleges babánk születik, az kettőnek számít? De ezt így vettem a legutóbb is, úgyhogy kettőnek fogom hozzáadni, ne sodálkozzatok, hogy miért lett kettővel több, amikor csak egy baba született, mert minden különleges baba, és ő is annak számít, kettőnek számít. Lehet, hogy több alien-nel kéne összejönnünk, mert akkor gyorsabban menne a kihívás. Van olyan játékszabály, amikor csak egynek számít, van olyan, amikor többnek. A hivatalos szerint amúgy többnek számít, úgyhogy én most azt szerint fogok játszani, meg akkor kicsit így jobban tudunk haladni is. Remélem, hogy tetszett nektek ez a rész, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, ha szeretitek, amit csináljátok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!